Február 10-én szombaton az elszaporodott cserjefoltoktól tisztították meg önkéntesek a Tétényi fennsík területét. Az élőhely kezelési akció egyik pihentető programjaként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai madárgyűrűző bemutatót tartottak a résztvevőknek. Függönyhálóval tudjuk befogni a madarakat. Zsákokban vannak a madarak, ugye ennek azért van értelme, mert ebben a zsákban kap oxigént, és utána, amikor már a gyűrű a lábukon van, és minden biometriai és egyéb információt, adatot fölveszünk a madárról, utána szabadon engedjük őket, tehát őket nem fogjuk fogságba ejteni. Na most hát ilyen kis picike gyűrűket rakunk a madarak lábára, ugye ezen jó sok gyűrű van, hát már nyilván használtam belőle egy jó párat, van rajta egy Budapest felirat, és van rajta egy-egy szám. A madárgyűrűzés lényegében egy kutatási módszer, ami a madarak egyedi jelölésén alapul. A sorszámozott gyűrűkkel megjelölt madarak minden egyes megfigyelése, visszafogása vagy kézrekerülése sokat árul el életükről, különösen mozgásukról, vonulásukról. Szépen kitapintjuk, hogy hol van a feje, hogy úgy nyúljunk hozzá, hogy ne sérüljön a madár. Ő egy kék cinege, célszerű így megfogni a madarat, akkor nem tud kapálózni, nem tud vergődni, a lába nem törik el, nyilván nem szorítom össze a fejét, biztonságosan helyezkedik el a madár a kezemben. Rárakok egy olyan gyűrűt, ami erre a fajra megfelelő. Még mielőtt valaki megijedt volna, ez egy madárgyűrűző fogó, rárakom a második részére, és akárhogy szorítom, ez csúszkál a lábán, tehát nem tudom eltörni vele a lábát. Ez egy nagyon egyszerű módszer, arra nagyon jó, hogy teljesen bezáródik a gyűrű, nem marad balesetveszélyes helye a gyűrűnek, és nagyon jól látszik, hogy csúszkál a lábán, elforog, tehát nem okoz számára gondot, a tömege elhanyagolható, tehát rettentő pici a tömege, a madár tömegének kb. 1%-a, ugye, mint a mi karóránk, nagyjából annyi a madárnak is. Nyilván az elején még szokatlan lesz számára, valószínűleg most majd, amikor el fogom engedni, fölrepül egy fára, nézegeti, megpróbálja leszedni, aztán utána beletörődik abba, hogy ez már ugye ott van, el is fogja felejteni. Fontosabb, hogy táplálékhoz jusson, hiszen a madaraknak a téli időszak az arról szól, hogy azt a napot éljék túl. A madárgyűrűzés segítségével rengeteg hasznos információhoz jutnak a kutatók. Megismerhetjük általa többek között az egyes madárfajok vonulási útvonalait, pihenő és táplálkozó helyeit, telelő területeit, a madárvonulási rendszerek egész földünket átfogó hálózatát. Megnézem rajta, mennyi a zsír meg az izom. Ők szoktak már ilyenkor zsírosodni, mert a kék cinegék is vonulnak. Nem hosszú távú vonulók, is sportyázók, tehát akik itt a környéken szoktak vonulni. Van rajta egy egyes zsír, az izom az hármas. Az azt jelenti, hogy a zsír 0-tól 8-ig van. A hosszú távú vonulók szoktak nagyon felhízni. Ez is különböző stratégia, mert van, amelyik inkább sokat eszik, hogy tovább bírja repülve, viszont hát ugye nehezebben repül, akkor 67. Viszont tovább bírja. Van, aki keveset eszik, repül vele egy rövidebb ideig, utána leszáll, táplálkozik tovább, viszont fürgében tud repülni. 18-0. A tömegét nem lehet másképp lemérni, mozgásképtelenné kell ilyenkor tenni, nyilván ugye azért nem hagyjuk benne sokáig. 18 g, tehát nincs két dekás a madár. Fülemüle, kerti poszáta, nádirigó, stb. Ezek föl tudnak hízni veszett mód. Akkor így a kezedet tedd ide, ne zárd össze. Na hát ő az őszapó. Nem lehet tudni, hogy fiú vagy lány, mert ugyanúgy néznek ki. Ugye ez egy olyan alfaja, aminek fekete a feje, itt oldalt. Vannak hófehér fejű őszapók. Hát ugye szakmai viták szoktak kialakulni, melyik a cukibb. A fekete fejű vagy a fehér fejű, én szerintem mind a kettő biztos az. A vonuló madarak szabadon keresztezik az országhatárokat, így a madárgyűrűzés alkalmazása is csak nemzetközi összefogás segítségével lehetséges. Magyarországon az adatokat 1994 óta rögzítik digitálisan, madarat pedig csak vizsgázott szakemberek gyűrűzhetnek,
akik legtöbbször önkéntes madarászok, természetvédelmi szakemberek vagy kutatók.